hatpárti megállapodás a pártfinanszírozási törvényről. Függetleníthetőek-e a pártok a gazdasági érdekcsoportoktól? Lesz-e a szándékból akarat, hogy átláthatóvá tegyék bevételeiket és kiadásaikat a pártok és alapítványaik? A heti Hírmondó stúdiójában Gulyás Gergely fideszes, Tóbiás József szocialista, Dúró Dóra jobbikos, Karácsony Gergely LMP-s és Varjú László DK-s képviselő. Köszöntöm vendégeinket, Dúró Dóra Jobbik részéről, kezét csokrom, jó estét kívánok, Gulyás Gergely Fidesz, Tóbiás József MSZP, Varjú László Demokratikus Koalíció és Karácsony Gergely LMP. Jó estét kívánok mindnyájuknak. Hát úgy tűnik, hogy létrejöhet az egyetértés a politikai szereplők között, mert hogy ugye aláírtak egy közös nyilatkozatot, amely szerint az őszi ülésszakon, ha minden igaz, akkor megszülethet a pártfinanszírozásról és kampányfinanszírozásról szóló törvény. Van ennek a nyilatkozatnak 6 alapelve, és ebből a 6 alapelvből az egyik az, hogy el kell kerülni a túlzott állami függőséget és a gazdasági érdekcsoportoknak való kiszolgáltatottságot. Na most ez a kettő együtt, ez hogy fog menni? Ki kezdi? Hölgyek ki az elsőbség. Ez a nyilatkozat, amit mind az 5 párt, illetve 6 párt aláírt, ez egy nagyon általános nyilatkozat, és az ördög a részletekben fog rejleni ebben a tekintetben is, amit szerkesztőre említett, de hát minden más kampányfinanszírozási és pártfinanszírozási kérdésben. Az elmúlt 20 évben nem sikerült átláthatóvá tenni ezt a finanszírozást, pedig a Fidesz és az MSZP akkor is ugye a politika szereplői voltak. Tehát ezért nagyon kétséges, hogy ez akár az őszi ülésszakon megszülető törvényjavaslat az képes lesz-e arra, hogy valóban átlátható finanszírozás szülessen meg ebben a kérdésben. Tehát akkor aláírták, de nem hisznek benne. A Jobbik természetesen hisz abban, hogy átláthatóvá tegyük a finanszírozást, és elkerüljük azt a helyzetet, ami jelenleg is kialakult. Például az, hogy az SZDSZ-t a végnapjaiban már csak Strabag Demokraták Szövetségének hívta mindenki, hiszen ez az átláthatatlan finanszírozás a korrupciónak is egy melegágya lehetett, illetve többszörös törvénysértéseket követtek el a pártok, például azt a limitet, amit a törvény meghatároz, annak a többszörösét költötték el a kampányban a nagy pártok, tehát rengeteg olyan szabályozás kérdés van, amin változtatni kellene. Akkor haladjunk ülési sorrendben, Gulyás Gergely. Tehát miután keresztelőre jöttünk, és nem temetésre, ezért nyilván lehet egy olyan végkifejlet is, hogy aztán majd a konkrét szabályozásban nem értünk egyet, de most ami az egyességben megszületett, azokat a témaköröket rögzíti, amelyeket szabályozandó kérdésként fontosnak tartunk mindannyian. Ezek elég részletesen felsorolt témakörök, miután korábban azért a kampányfinanszírozással, pártfinanszírozással kapcsolatos egyeztetéseknek már elég jelentős múltja van, és elég jelentős nemzetközi gyakorlata is van ennek, ezért mi abban bízunk, hogy ez egy olyan területe lehet a magyar politikának, ahol végül valamennyi párt egyet tud érteni. Mi úgy gondoljuk, hogy egyébként ez a jelenlegi kormánypártok számára előnyös is lenne, hiszen nagyon sok olyan aktivistája van a jelenlegi kormánypártoknak, akik abszolút önkéntesként vesznek részt kampányokban, akik nem pénzért vállalnak ilyen feladatokat, tehát mi érdekeltek vagyunk abban, hogy a kampányfinanszírozás rendszere az átláthatóvá váljon. Tóbiás József? Hát ez egy örökzöld témája a politikai osztálynak. Hát az a baj, nem csak a politikai osztálynak, hanem örökzöld felháborodási témája úgy általában a sajtónak és a gondolkodó embereknek. Jó, csak a kérdés az az volt, hogy a megállapodásnak van-e bármilyen olyan típusú következménye, ami a részletekben is ezt a konszenzust meg tudja teremteni. Erről mondtam azt, hogy ez egy örökzöld téma, mert az elmúlt 10 évben, 15 évben a politikai osztály attól függően, hogy ellenzékben vagy kormányon volt, foglalkozott ezzel a kérdéssel és rendezni akarja. Ilyen típusú elvi megállapodás az 2007-ben már, 2008-ban majdnem született, akkor éppen a Fidesz nem írta alá. Azt, hogy milyen szempontok szerint kellene végrehajtani a magát a szabályozást, a kampányét és a pártét. Ehhez képest ma fut néhány törvényjavaslat ebben a tekintetben, az LMP-nek, az MSZP-nek több javaslata is van, a Transparency International, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és még mások bevonásával, együttműködésével tényleg rengeteg anyag készült, hogy már ezt lehessen rendezni ezt a kérdést valójában. Ami fontos, hogy olyan megoldásnak kell születnie, amely az alapelvekben, hogy átlátható, kontrollálható és elszámoltatható legyen maga a kampányfinanszírozás és a párt gazdálkodása, ez helyek között szerintem megvalósítható ezeken az elveknek mentén. Ami a kérdés, az pontosan az, hogyha az állami szerepvállalást csökkenteni akarjuk, akkor milyen irányba helyezzük át a hangsúlyokat hosszú távon, hiszen ugye az a célunk, hogy
demokratikus politikai erők azok megerősödjenek a politikájuk révén, és nem a források elosztása révén, hanem a politikájuk révén minél több elkötelezett választó polgár tudjanak maguk mögött, hogy jelen tudjanak lenni az adott társadalmi csoportokban. Ez nem máról holnapra megy, ezt azért tudomásul kell venni. Tehát, hogyha valamit lezárunk, attól még nem következik az, hogy akkor most minden egyes politikai pártnak a támogatói elindulnak befelé, és önálló természetes személyként adományokat adnak. Tehát itt egy fokozatosság elvét kell érvényesíteni, de azt gondolom első lépésként azt, hogy a kampányszámla, a kampányfinanszírozásnak az átláthatósága az jóval kardinálisabb kérdés, valamint a pártok finanszírozásának átláthatósága, mert ahhoz bizonyos értelemben egy jó működő szabály van, persze lehet rajta javítani. Hát ez a kérdés az tavaszi benyújtás, amit a kormányzó többség vállalt, hogy a tavaszi ülésszak végére olyan normaszöveg áll elő, amelyben a megállapodásban is szerepel, hogy akár konszenzusosan is sikerül benyújtani. Tehát ez a következő lépés. Köszönöm szépen. A demokratikus koalíció megalakulásakor is egyik fontos célnak tűzte ki a közélet tisztaságának javítását és az ebben való közreműködést. És de ennek azért nem menjünk el amellett szó nélkül, hogy a demokratikus koalíció tagjai korábban az MSZP tagjaiként ugyanebben a 20 éves történetben benne voltak. Egy részük mindenképpen, egy másik részük pedig mindvégig ebben a folyamatban is azt az álláspontot képviselte, hogy igenis ezt a kérdéskört ezt tisztába kell tenni, ezért például Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt erre vonatkozó pártfinanszírozásra vonatkozó törvénytervezet benyújtásra is került, és ezt nem fogadta el egyébként az akkor kétharmados igényként, ugye azzal a támogatásra kellett volna megtörténnie, és ezt akkor a Fidesz nem támogatta. De valóban itt arról van szó, hogy inkább annak a pillanatnak örüljünk, hogy most van lehetőség arra, hogy a pártok együttműködésének eredményeként akár benyújtásra, akár közös elfogadásra kerüljön sor, és ennek eredményeként akár a jelölés módja, a médiafelületek hasznosítása, használata, az esélyegyenlőség, vagy a szabályoknak az ellenőrzése, betartásának az ellenőrzése, az mind olyan terület, amely ilyen értelemben szabályozandó, és ebben a demokratikus koalíció egyértelműen kiláll amellett, hogy igenis ezt meg kell tenni, és törvénybe foglaltan kell tenni. Sőt, ezen túlmenően mindaz, amit e tekintetben fontosnak tartunk, és más szervezetek már e tekintetben ajánlottak, például a Transparency International, ezeket magunkra nézve úgy kötelezőnek tekintjük, és eként is működik. Karácsony Gergely? Az MNP számára is kiemelten fontos ez a téma. Nekünk az első javaslatunk, amikor bekerültünk a parlamentbe, az éppen a Transparency International által korábban kidolgozott kampányfinanszírozási javaslat volt, amit apró módosításokkal benyújtottunk. Ugye mindig azt a kérdést kell föltenni, hogy a pártok azért vannak, hogy azokat a szavazókat képviseljék, akik rájuk szavaztak. Most ez csak akkor érvényesül, hogyha a forrásaik is hát az állampolgároktól, vagy legalábbis átlátható módon kerülnek a pártokhoz, mert hogyha nem átlátható módon támogatnak különböző gazdasági érdekcsoportok pártokat, akkor bizony ezek az érdekcsoportok behatják majd aztán a számlát. És az elmúlt 20 évben valóban a politika romlottságát nagyon nagy mértékben az is eredményezte, hogy a politikai rendszer, a pártok finanszírozása és a kampányok finanszírozása nem volt átlátható. Úgyhogy én most szeretném megköszönni a Transparency Internationalnek, hogy összehozta ezt a megállapodást. Szerintem ez egy nagyon fontos lépés, hiszen legalább az alapelvekben egyetértünk. Nekem is vannak rossz érzéseim, például az, hogy kikerült az eredeti szövegben a nyílt kampányszámla, mint egy olyan technika, amit mindenképpen alkalmazni kellene, amit egyébként az LMP egyedüliként saját magától is alkalmazott, függetlenül attól, hogy a törvény ezt nem követelte meg. Tehát vannak, én is érzem azt, hogy azért a konszenzus nem lesz könnyű megtalálni a részletekben is, de most tényleg az a fontos, hogy az elvekben egyet tudtunk érteni, és ez fontos, hogy egy civil szereplő kezdeményezésére tudtunk leülni egy asztalhoz, és tudtunk ezek a dolgokat értelmesen megbeszélni. Sajnos ez nem mindig sikerül akkor, hogyha nincs egy ilyen összekötő, egy ilyen mediátor ebben a folyamatban. Reagálnék arra, amik itt elhangzottak, például az LMP-nek ugye a kampányszámlájára. Ugye azért is említettem, hogy az ördög a részletekben rejlik, hiszen az LMP-nek valóban volt ilyen kampányszámlája a 2010-es országgyűlési választásokat megelőzően, de például nem tüntették fel rajta azt a kiadást, amit az ajánlószelvény gyűjtésért fizetett aktivistáknak. Ugye, és például a Jobbik szerint ez egy olyan kiadás, egy olyan kampánykiadás, amit fel kellene tüntetni rajta. Tehát arról kellene inkább beszélnünk, hogy mi az, amit kötelezően fel kell tüntetni ezen a kampányszámlán, az LMP ezt nem tette meg. Bocsánat, muszáj erre válaszolnom, de nem akarom elvinni a szót. Ez azért nem történt meg, mert a kampány után volt kifizetve, és az átbeszámolóban egyébként benne volt. Tehát
a kampányszámlán az a folyamatosan meglévő kiadásokat is bevételek. Mennyit fognak költeni a 2014-es kampányra? Ugye én természetesen fogalmam sincs, de szóbeszédek vannak arról, hogy hány milliárd ment el 2010-ben a kampányra. A átláthatóvá tétel azt is jelenti-e, hogy hivatalosan más összegek lesznek elkölthetők, mint ami most. Ugye most képviselőnként 1 millió forint, még mindig ez a szabály, tehát mindannyian tudjuk, és ha beperelnek ezért, akkor természetesen bizonyítani nem tudom, de az egész ország tudja, hogy ennél sokkal több pénz megy el a kampányra. Hát már még párt kampányára az LMP 190 millió forintot költött. Más dolog, hogy az LMP az nem is tudott volna többet költeni, tehát a törvényes határig se tudtunk volna elmenni, nem volt több pénzünk. De hát ugye a kampányoknak az a sajátosságuk, hogy láthatóak, hiszen éppen azért csinálják, és ugye meg lehet becsülni nagyjából meg lehet becsülni egy párt mennyit költ, és itt valóban voltak túlköltések. De mennyi az optimális akkor, ezt hogyan lehet meghatározni, hogy mennyit költhet, ki mennyit költhet kampányra? Legyünk őszinték, hogy mindenkelőtt azt kellene meghatározni, hogy mi számít a kampány kiadásokban, mert miután, ahogyan ön is említett, az 1 millió forint az rendkívül csekély összeg ma egy kampány, egy egyéni választókerületi kampány finanszírozásához. Ezért aztán, hogy ne legyen törvénytelen egy ilyen jellegű kampány, de mégiscsak lehessen forrásokat biztosítani, nyilván az a megoldás jelölteknek adott lehetett, hogy már korábban elkészítettek bizonyos kiadványokat, és akkor törvényesen meg tudtak felelni ennek az összegnek, de hát egyébként a szabályozás szellemével ez szemben állt. Nem tudtunk ezen változtatni, többszöri kísérlet volt. Én olyanra is emlékszem, hogy az MSZP hátrált ki belőle, de nincs most már ennek jelentősége. A cél az éppen ezért az lenne, hogy a kampány időszakot határozzuk meg, és azokat a kiadásokat, amelyeket függetlenül attól, hogy egy jelölt mikor investál, mikor fektet be ezekbe a kiadásokba, mindenképpen kampány célú kifizetéseknek minősül. Jó, ez ügyben egyetértés van egyébként? Tehát hogyha ezeket meg tudják határozni közösen, és ebben egyetértés jutnak, akkor ez egy átlátható kampányt fog eredményezni? Hát ez egyik feltétel. Azért érdekes maga a megállapodás, mert bár nagyon sok részletet mi magunk is kivettünk a szövegből azért, hogy azokról még vitatkoznunk kell, ilyeneknek a nyílt kampányszámlát, tehát nem a kampányszámla intézménye a vitatárgya, hanem hogy ennek a nyíltsága, ez hol húzódik meg, tehát hogy 0-100-ig, most csak a spektrumot mondom, vagy 30-100-ig, tehát hogy van egy olyan sáv, amit ugye adatvédelmi okokból, vagy egyéb okokból. Illetve van-e olyan adományozó, akit nem kell nyilvánosságra hozni? Nem, ez olyan adományozó személyleg nem lehet, hanem az összeg a kérdés, hogy ki mennyivel jár hozzá. De azt szeretném mondani, hogy az a megállapodás, amennyiben azt mi komolyan vesszük, és mi nagyon szeretnénk komolyan venni, akkor az azt jelenti, hogy az már előírta azt a zsinórmértéket, amely mentén haladni kell. Tehát olyan nincsen, hogy relativizáljuk majd az átláthatóságot. Mert vagy átláthatóan, az van egy fogalmi taxatív szabálya, az a kérdés, hogy a jogrendben, a jogszabályokban ezt hogyan és miképpen lehet majd érvényesíteni. Ezek a viták megvannak, itt már látom most, mert hiszen elég régóta vagyok ilyen egyeztetéseken, hogy az nagyon fontos, hogy mindig vissza kell akkor menni ahhoz a papírhoz, bármilyen vita van, mert akkor nem azt kell eldönteni egy adott konkrét ügyben, hogy van-e kampányszámla vagy nincsen, akkor mivel lehet az átláthatóságot biztosítani. Mert például a pártok gazdálkodását és a kampánynak a finanszírozását pontosan egy kampányszámla intézménye választja el egymástól. Persze ennek van egy másik jogi vetülete is, hogy mikortól kampány a kampány. Önbevallás alapján kampány a kampány, a köztársasági elnök által bejelentett időponttól kampány a kampány, tehát ezek még mind olyan vita kérdések, amelyeket rendezni kell. Ebben vannak európai sztenderdek, ahol ezeket másképp vagy valamilyen módon kezelik, nekünk ezt magunknak jó, kell. Ezt a másodikot szeretném lezárni, az, hogy Varjú László még nem szólalt meg másodszor. Köszönöm szépen. Talán ezt a kört érdemes azzal lezárni akkor, hogy a politikai nyilatkozat az lehetőséget adott arra is a két fordulóban történő megbeszélést követően, hogy lényegében megállapodjunk már azokban, abban a tartalomjegyzékben talán így a legjobb megfogalmazni, hogy melyek azok a területek, amelyekkel biztosan foglalkozni kell. És ez a megállapodás az rögzíti azt is, hogy a következő hetekben ezeken a területeken a pártok kialakítják az álláspontjukat, és azt követően pedig a konkrét szövegezésre kerül sor. Ez esélyt ad arra, hogy az eredeti szándéknak megfelelően a tavaszi időszakban a törvény benyújtásra kerülhessen, és ősszel pedig a vita után elfogadásra kerülhessen. A kampányfinanszírozás után egy picit a párt gazdálkodása vagy párt finanszírozás
megoldásról beszéljünk, ezt mindig minden politikus tagadja, ugyanakkor mindig minden szóbeszéd és közbeszéd állítja, hogy létezik a aktuális kormány és legnagyobb ellenzék vagy ellenzék között egy 70-30-as megállapodás, felosztás, gazdasági megállapodásról van itt szó, ki milyen tendert, kihez kötődő érdekcsoportok, gazdasági társaságok, milyen tendert, milyen pályázatot, hogyan nyernek el. Azt fölösleges megkérdezem, hogy létezik-e ez a megállapodás nyilvánvalóan. Igen. Egy olyan politikai előre prognosztizálható válasz. A kérdés az, hogyha átláthatóbbá válik, ha megszületik egy ilyen törvény, akkor az fog-e tudni további lehetőséget teremteni efféle mutyizásra, vagy sem? Kizárható-e a mutyizás? De egészen biztos vagyok, hogy egyrésztről a jelenlévők személyesen, részben pedig szervezetileg, és én azt hiszem, hogy nagyon érdekeltek vagyunk mindannyian abban, hogy akár a tény, akár pedig a hiedelmek megszűnjenek a tekintetben. Ez a nyilatkozat is egy nagyon komoly elkötelezettség amellett, hogy igenis meg kell szüntetni, hogyha korábban volt ilyen gyakorlat, és ki kell alakítani egy olyan mechanizmust, amely átláthatóan és mások számára is elfogadhatóan finanszírozhatóvá tesz egy kampányt, akár pedig magát a működést. A demokratikus koalíció ezt az álláspontot képviseli mindvégig. Most is látjuk, hogy az oligarchák ellepik gyakorlatilag a kormányzatot, illetve hát a Fideszhez, illetve a Fidesz vezető politikusaihoz milyen szálak fűzik őket, illetve milyen cégek azok, például Pintér Sándornak a volt cégei nyerik el az állami megbízatásokat. De minden héten szó van a parlamentben arról, hogy melyik fideszes oligarha nyert éppen mennyi pénzt, tehát ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Azt még el kell mondanom, hogy az országgyűlésben is folyik egy ötpártinak készült egyeztetés, amelyen azonban az MSZP, LMP, illetve hát a Jobbikon kívül egyik parlament ellenzéki párt sem vesz részt, és azon egyébként már előrébb tartunk, mint a Transparency International által szervezett egyeztetéseken, sőt konkrétabb kérdésekről is, konkrétabb szabályozási kérdésekről is van szó. Például a kampány finanszírozás esetében olyan szabályozási kérdéseket is felvetett a Fidesz is, és egyébként a Jobbik is tudna támogatni, amely például a posta részéről ingyenes szolgáltatást biztosítana a kampány idején a pártoknak. Tehát ez is egy olyan szabályozás lehet, amely átláthatóbbá teheti a kampányfinanszírozást, és ezzel nyilván ettől nem elválasztható módon a pártfinanszírozást is. Akik nem szólaltak meg, tehát három képviselő úr, 40-40 másodpercben még van módjuk. Két észrevételem lenne, az egyik az, hogy mi örülünk ugyan az Amnesty International kezdeményezésének, de valóban azt mi is praktikusabbnak tartottuk volna, hogyha a pártok egymás közt is képesek ilyen egyetértést létrehozni, és egyébként a Fidesznek erre nézve volt meghívás az összes többi párt részére, akkor a baloldali ellenzék pártjai ezzel lehetőséggel nem kívántak élni, de ezeknek a kereteknek is örülünk. Másik, hogy természetesen el lehet mondani azt, hogy milyen gazdasági társaságok milyen megbízásokat kapnak, de például Pintér Sándor volt cégével kapcsolatosan azt érdemes tudni, hogy ő ezt a gazdasági társaságot eladta, és akkor a Fidesz ellenzékben volt, akkor is komoly állami megrendeléseket kapott. Tehát ez szerintem pont nem egy olyan ügy, amiben a korrupciónak akár csak a esélye fölmerülhetne. Az igazság, hogy az elején vagyunk egy folyamatnak, tehát igazándiból még nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a vége. Az, hogy a Fidesz öt pártja az egy politikai kezdeményezés, amelyben valójában a politikai konszolidáció saját hatalmának a konszolidációját akarja elvégezni, ahhoz nem akartunk asszisztálni. Hitelesebbnek tartjuk, hogyha szakmai rendszerek meghívására mennek el a pártok, és lám-lám ez megtörtént, még akkor is, hogyha ők mondjuk nem tartanak ott, mint akár egy Fidesz-Jobbik ötpártinak nevezett megbeszélésen. Ez egy szakmai hangvételi megbeszélés egyébként. Bizonyára így van, aki ott van, az így ítéli meg, mi meg így. Tehát a vége az összességében az, hogy az a cél, hogyha az elvek között ott van az átláthatóság, akkor az igaz legyen akkor is, amikor ellenzékben van egy párt, és igaz legyen akkor is, amikor kormányon van egy párt. Hát ezt majd a szabályozásban, az önmérsékletet egy kormányon, az elvek között benne van különben, hogy a kormány önmérsékletét kéri minden egyes választás alkalmával. Utolsó megszólalás, akkor Karácsony Görgei, bocsánat. Tanulóban, hogyha ezt a kérdést rendezzük, a párt és a kampányfinanszírozást, akkor érdemes lenne tovább mennünk, és azért az elmúlt másfél évben nagyon sok olyan törvényi szabályozás történt, ami az átláthatóságot csökkentette, például a közbeszerzések területén, az állami nagy beruházások, vagy kiemelt beruházások területén. És éppen, ha már a Transparency International-ről beszéltünk, a Transparency International-nek néhány hete jelent meg egy jelentése, amiben azt mondta, hogy Magyarországon a korrupció egy magasabb szintű fokot
értelme, nem arról szól, hogy vannak egyedi esetek, hanem olyan mértékben az üzleti körök határozzák meg a kormányzást, hogy az nagyon súlyos problémákat okozhat. Azt gondolom, hogy ezeket is meg kellene nézni, és jó lenne, hogyha az alkotmányba foglalt átláthatósági elveket valóban érvényesítenék a törvényekben. Képviselőasszony, képviselők, szűk 20 perc alatt ennyire jutottunk. Azt hiszem, hogy mindannyiunk érdeke, az önöké is, meg a választók érdeke is, hogy átlátható legyen, és ez rendben legyen végre ez a kérdés, így 22 évvel a rendszerváltozás után. Köszönöm mindnyájuknak, hogy eljöttek. Köszönjük. Köszönjük.